Cipcsóka, vagarjócska, komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. Itt a tenyerébe rajzolom kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska. Erre szalad, vasárnál itt megáll, itt egy kör csinál. Ide bújik, ide be, kicsi gyermek ebbibe. És benyúlok és megcsiklandozok. Jaj, na még egyszer. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, erre szalad a megáll, itt egy körutartam csinál, ide búj, ide búj, ide be, kicsi gyermek ebbibe. És mivel minden betegség általában az immunrendszer életlenségére vezethető vissza gyerekkorban, a megalázásos betegségek is ehhez vezethető vissza. Mert egy példát mondjak, én, aki én már 60-90 gyakorló orvos vagyok, tehát nagyon sok betegekkel találkoztam, jöhet a grippe, mehet a grippe, én nem kapom el. Tehát nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy megbetegedtem, olyan egyenkültek, fáradt a vállalkozóknak. Tehát felnőttkorra már kialakul egy olyan védekező képesség a megházású betegségek ellen, amit vírusok okoznak, hogy nem mindenki betegszik. Valamint, hogy egy családban mégis ember mindenki, valamint nem kapja meg mindenki a családból. De a kisebbek, a gyengébbek biztosan nem kapja. Na most a legegyenlőbb formája az ilyen vírusos megküléseknek a lábha, amit rinitisnek nevezzük, vagy megfázásnak nevezzük, tehát orcsolgással kezdődik. Lehet láz, vagy lehet láz nélkül. Először elbukul az orr, és nagyon nehezen kap levegőt a baba, később pedig elkezd folyni, akkor amiatt nem kap levegőt, és kellemetlen nyugösséget hoz, mert ha nem kap kellőképpen levegőt, akkor természetesen idegesebb és mutatni alszik. A csecsemőknél az jelenti, hogy ha hagyják a szopást, nem tudnak szokni, mert elvadulod az orruk, akkor szájuk tele van, akkor abba kezdődják a szopást, és ezért csak az a na most egy-két nap csak a lappangás ideje az ilyen vírusos fertőzéseknek, már a harmadik nap jelentkeznek ez a sima, áttetsző, visszerű fáradékozás, és tartott 2-3 napig, és utána pedig, hogyha megváltozik, megvastagszik, sárga lesz, vagy zöldes színű lesz, ez már a bakteriális felülfertőződésnek a jele. Tehát akkor a vírus is már annyira lejelentette a szervezetet, hogy a baktériumok erőre kaptak, és okozzák ezt a lejelentést, a várunk az elvényesítését. És akkor ettől kezdve jönnek a komplikációk. Ameddig a láz megjelenik, akkor feltétlenül már orvoshoz kell fordulni. Főleg, hogyha már a váratok az elkegyesedik, akkor akkor is feltétlenül. Mert ezek után következnek a komplikációk. A komplikációban, miben van gyulladás, akkor az orrban van gyulladás, hogy a polipot gyorsan fordítsam le magyarra. Azon kívül a kenyér, ami az orron az nem csak kifele folyik, hanem tehát ugyan felközi, lecsetek a végére, tovább megy a bőrkőben, tehát végegyugatás, körbőgyugatás is okozhat. Mivel az orvüveg és a fülkőben és az eusztát fülkőben van egy közlekedés, ugyancsak fülkőben. Alszik, hogyha az orvát kigagasztolják, akkor nem szükséges csak a szívás, ami lehet szívás, lehet korcsepp, vagy ilyen átmosás. Na most a szívással nem tudom biztosan nyelv. A csecsemőnél minden kicsi jel, nagy jel. Az ott
kocsorgás is mondjuk egy 3-4 éves gyereknél már tanulna beszélt, de egyik alatti gyereknél, a csecsemőknél is beszélt. És nem szabad bagatellizálni a dolgot, hogy na majd megkezelem én is, akkor minden jó lesz. Lehet, hogy jó lesz, de nem biztos, hogy jó lesz. Most ami fontos ilyenkor, hogy a szobai nedvesség tartalmát kell fokozni, hogy ne száradjanak rá a nyelvhártyát. De hiába folyik, akkor is felvételően nyelvhártya szárazság az egész légrendszerben, és ha nedves a levegő, akkor ez az könnyen, hogy átvészelődjön. Ha meg láz van, akkor a lázcsillapítás. Majd a végén beszéljünk a lázcsillapítás. Ha akkor az oldalában, és akkor az oldulás, hogyha száraz a levegő, éppen az, hogy megállt, meg feladott oldalban. Igen. Igen, a száraz levegő nem engedi, tehát kiszállítja a nyálkahártyákat, és akkor nem tudják a funkcióját nem elállítani, akkor az a nyálkahártyákat. A legfőbb tünete a láz, és tehát az oktártalanság. Amikor a gyerek nem eszik, kedvetlen, akkor tudják a bajok. Így van, hogy mi a bajok? Nem lehet mindig az első látásra megítélni, mindig az orvoság tudja, mindig az első vizsgálatkor. De akkor azt jelenti, hogy probléma van. Akkor tovább haladban jön a gégegyulladás, akkor megjelenik a köpögés, és ez a köpögés egy ugató köpögés, száraz ugató köpögés, ami nagyon próbára teszi a gyereket, általában éjszaka gyújt el, ez a betegség, sosem nappal vagy éjjel. Az éjszaka az első részében, az asztma pedig a reggel felé. Akkor kezdődnek ezek a betegségek, és van egy olyan nehéz légzés, hogy nem a beszívásnál, a levegő belégzésénél van a probléma. Mert a géger, a fej be van gyulladva, nem tudja áthatolni a levegő, és amikor szívja a levegőt, akkor egy ilyen románok úgy mondják, hogy kormányos, tehát ez egy nehéz belégzés. És behúzódik a szentsor fölött, ez egész behúzódik. Na most a mi hibánk, az orvosok hibája az, hogy igen könnyen változatni. Vannak szülők, nagyon kevesen, akik nem örülnek annak, hogyha nem... Tehát örülnek annak, hogyha nem adunk antibiotikumot. Azon szülők nagyon kevesen vannak. De a legjobb szülő azért hozza a gyerekét, hogy gyorsan kapjon valami antibiotikumot, és gyorsan gyógyuljon meg. Nincsen türelem arra, hogy kivárja, hogy egy fertőzés ma lázas, holnap után biztos még lázas. Csökkenőbe kell legyen a láza a kezelés hatására, de nem kell egy injekciótól, vagy akár egy kis kanál sziruptól. És már mindenkivel van hátul, hogy másnak a is megnyújtva. Azok a gyerekek, akik korán, csecsemőkorban, az azoknak az immunitása sokkal lassabban fejlődik. Amúgy 3 éves korig nullá válunk majdnem, 3 éves kor után kezd alakulni, tehát 3 éves korukkor immunrendszerük gyenge, fejletlen a gyerekeknek, fejletlen, gyenge. Körülbelül pubertásig alakulni, felnőtt korban aztán jobban. Tehát nagyon sok fertőzés kell érje, hogy kialakuljanak az ellentestek. Tehát minden egyes ilyen orcsolgás, mikrotisz, hogyha nem folytjuk el antibiotikummal, vagy hát antibiotikummal gyógyszert, de mindenképpen egy immunitást a szervezetnek, előadásokat képezik. Ezeknek az alvás, pihenés, nyugodtság, ez a még a legjobb legjobb. Tehát fontos az, hogy nyugodt, olyan szobában legyen, ahol nincs zaj, ahol nincs televízió, ahol nincs számítógép, ahol az, ami biztosítja neki, ami vannak. Most az, hogy a gyerek fejlődjön, persze kell jönni, de észre tudnak. És akkor végigjárjuk a testrészeket. Akkor még egyszer. Melegedő, kopasz mező, szuszolja, látogója, hallgatója, nagy korgója, kurcogója, dobbantója. Egy ház.
Ládikóban van kerektárca, a tálcán meg öt pogácsa. Arra járt az egérke, hogy befújjuk a kezét, innegette ebédre. Oda teszik a szájába. Ham, ham, ham.